Dénes, gratulálunk, ez egy fantasztikus teljesítmény volt, de sajnos nem elég a Bajnokok Ligája csoportköréhez. Megteremtettétek a reményt, megtartottátok a reményt. Mi az a pici, az a nüansz, amin elment ez a párharc? Hát tényleg nagyon kis dolgokon múlott, nagyon sok fordulópont ezeken a mérkőzéseken. Ugye az első mérkőzésről szerintem már nagyon sokat beszélt mindenki. Itt a második mérkőzésen is hatalmas lelki erőről tett tanúbizonyságot a csapat. Ugye a korán bekapott gól után sikerült fordítanunk, nagyszerűen játszottunk, végig nyomás alatt tartottuk őket az első fél időben. Azt mondta, a második fél időben is lehet, hogy megvolt a fordulópont, ugye, amikor a kapufáról kifelé jött a labda. Egyből utána jött egy kiállítás, még abból az akcióból, tehát tényleg megint azt mondom, mint az első meccs, egy óriási hullámvasút volt, ugye utána sikerült hárítanom a 11-es, de igazából talán egy beívelt labdán kívül igazi esélyünk már nem volt a gólszerzés, talán, hogy az Alex még elvállalja ugye a vége felé azt a lövést, akkor abból bármi lehetett volna, de sajnos picit tovább cselezett a kelleténél. Ettől függetlenül tényleg én azt gondolom, hogy mindent megtettünk. Az első félidő szerintem egy nagyon emlékezetes teljesítmény lesz. Tényleg egy nagyon jó csapat ellen tudtunk nagyon jól focizni. Úgyhogy erre kell építeni, nagyon sajnáljuk azt, hogy nem sikerült, tényleg kevés hiányzott hozzá, de sajnos most meg kell elégednünk az Európa Ligával. Így van. Mire lehet ott képes ez az együttes, mert ebben a négy fordulóban bizony komoly erényeket csillogtattatok meg. A második sorozatban lehet esetleg egy tavaszi futás is ebben az együttesben? Hát mindenképp ez lesz a cél, ugye két évvel ezelőtt jól szerepeltünk az Európa Ligában. Pici hiányzott a továbbjutáshoz. Most mindenképpen az a célunk, hogy magasabbra tegyük a lécet magunknak, és több pontot szerezzünk, és sikerüljön tényleg a tavaszi kieséses rendszerbe továbbjutni.